Üdvítök Ásos Workout Mentoring Program bemutató videójában. Hogyha ezt a prezentációt nézed, akkor valószínűleg érdekel téged a street workout világa, és az is lehet, hogy az elkövetkezendő időszakban szeretnél fókuszáltan foglalkozni a fizikumodnak a fejlesztésével, szeretnél esetlegesen megtanulni különböző street workoutos statikus erőelemeket, vagy szeretnéd ezeket fejleszteni, hogyha már belevágtál ilyen procedúrákba, és az is lehet, hogy elakadtál valahol, és szeretnél szakmai segítséget kérni, az is lehet, hogy különböző dinamikus elemeket szeretnél elsajátítani vagy fejleszteni, és ebben az irányzatban szeretnél előrelépni egy picit, de az is meg lehet, hogy az önismeret, mint meg önfejlesztés, mint témakör az életedben fontos szerepet tölt be. Hogyha ezek közül az aspektusok közül bármelyik igaz rád, akkor szeretnék mutatni számodra egy olyan programot, aminek a keretein belül 6 hónap alatt megvalósítunk egy nagyobb célskálát, amit te kitűztél magadnak, és ezek után számodra biztosítok egy olyan szakmai tudástárat, mivel hosszú távon fent tudod tartani a saját fejlődési morálodat. Ezáltal rengeteg időt, energiát fogsz tudni saját magad számára spórolni, hiszen ugye az elmúlt időszakban az interneten rengeteg információ jelent meg edzéssel kapcsolatosan, edzés tervezéssel kapcsolatosan, és ugye nagyon-nagyon nehéz eligazodni azzal kapcsolatosan, hogy mik azok a rendszerek, azok a módszerek, amik az adott egyén számára működhetnek. Én a szakmai tudásom segítségével abban fogok neked segíteni, hogy megtaláljuk a megfelelő módszereket számodra, aztán pedig ezeket elkezdjük ugye gyakorlatban megvalósítani számodra, tehát a 6 hónap keretein belül egy adott célt elkezdünk megvalósítani, és hogyha 6 hónap végére jutottunk, és egy nagyobb előrelépést tettünk a célok megvalósításának érdekében, akkor egy komplett tudástárat is biztosítok számodra, amivel ezt a fejlődési skálát hosszú távon fel fogod tudni tartani. Hogyha nagyon konkretizált céllal fogsz érkezni hozzám, amiket ugye látunk, tehát például, hogyha a fizikumformálásról van szó, akkor mondjuk be tudunk lőni bizonyos súlyokat, súlyarányokat, amiket hogyha ténylegesen nagyon konkretizáltan tudsz saját magad számára, vagy együtt belövünk, akkor ugye 6 hónap alatt biztosan be fogunk valósítani, tehát erre garanciát is fogok biztosítani, ezt majd a első mentoring meetingünkön fogjuk megbeszélni, hogy ez hogyan néz ki, de most nem is ebbe szeretnék belemenni. Lényeg az, hogy ez a mentoring program egy átfogó rendszer biztosít számodra, amit már 4 éve fejlesztek most már, és nézzük meg első körben azt, hogy ezt a mentoring programot első körben kik számára javaslom, kiknek számom. Ugye nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy ugye első körben az alatt, hogy ugye kinek való ez a mentoring program, azt értem, hogy ugye milyen célorientációkkal dolgozok együtt főképpen. Ugye az első legfontosabb kategória ugye a fizikum formálás. Ezen belül ugye tömegnövelés, szálkásítás, fogyás. Ezek az aspektusok, amikkel foglalkozok kifejezetten. A következő aspektus az, ami ugye a statikus elemeknek a megtanulására hagyatkozik. Tehát ugye különböző erőelemeknek a fejlesztési megtanulása, gondolok itt ugye kézállásra mondjuk, frontlevelre, backlevelre, planchre, zászlóra, stb. Ezek mind-mind olyan erőelemek, amiket ugye a street workout keretein belül megtalálunk. Ha valaki szeretné ilyeneket megtanulni, fejleszteni, akkor ugye a mentoring program keretein belül ezt meg fogom mutatni, illetve közösen elkezdünk haladni ezeknek a gyakorlatoknak a megtanulásának az irányába. Akkor a harmadik aspektus, akikkel ugye szeretnék együtt dolgozni, akik ugye mondjuk különböző dinamikus elemek irányában orientáltak, és ezzel kapcsolatosan szeretnének egy általános tudásforrást elsajátítani, hogy hogyan tudnak a lehető leggyorsabban fejlődni ebben az aspektusban. Úgyhogy ezek azok a célrendszerek, amikre szeretnék ráállni, semmiféleképpen nem foglalkozok konditermi edzéssel. Tehát ugye ilyen vonalon nem dolgozunk, csak saját testsúlyos gyakorlatokkal foglalkozunk, esetlegesen plusz súlyos calisthenics-szel foglalkozunk, tehát ez az eszköztár az, amit biztosítok számodra. Akkor a más nagyon fontos dolog tisztázni azzal kapcsolatosan, hogy kik azok az emberek, akiknek ugye javaslom ezt a tréninget, hogy ugye szükséges az, hogyha valaki ide csatlakozik, akkor az arról szól, hogy ő 6 hónapon keresztül ténylegesen ezt a programot komolyan veszi, és egy közös együttműködés során együtt valósítjuk meg ugye ezt a célirányzatot, és együtt fejlődünk. Tehát nagyon fontos az, hogy a 6 hónapos elköteleződés az megtörténjen. Ugye ahhoz, hogy megtörténjen ez a 6 hónapos elköteleződés, ugye tudatosítanunk kell magunkban bizonyos aspektusokat, amik történni fognak a jövőben, tehát időt, energiát és pénzt is kell fektetni ezért ugye a programba, hogy ugye ez a 6 hónapos fejlődési intervallum megvalósuljon. Ugyanis azért kell időt, pénzt és energiát fektetni ebbe a programba, hogy te saját magadnak ugye ezeket a forrásokat igazából megspórold. Mert hogyha mondjuk egy ilyen mentoring programba, vagy egy ilyen segítségbe, vagy egy ilyen szakmai keretrendszerben nem kezdesz el valakivel együttműködni, akkor ugyanezeket a dolgokat, amiket most velem mondjuk 6 hónap alatt megvalósítasz, te saját magadtól is meg tudod valósítani, csak lehetséges, hogy 3-4 évbe telik. Én, amit egyedül ajánlok neked, az az, hogy ezeket a dolgokat, ezeket a rendszereket, ezeket a
célokat sokkal rövidebb idő alatt meg tudom neked mutatni, meg tudjuk együtt valósítani, hogyha hajlandó vagy 6 hónapig elköteleződni és fókuszálni saját magadra. Tehát ehhez bizonyos mértékű áldozatokat kell hozni, úgyhogy hogyha valaki ezeket saját magában képes ugye letisztázni, akkor ez a program neki való. Hogyha nem, akkor is eljöhet hozzám egy ingyenes meeting, ami keretein belül beszélgethetünk, de nem fogom neki javasolni a mentoring programot, hogy csatlakozzon. Ugye, és ehhez tényleg szükség lesz arra, hogy 6 hónapon keresztül fókuszáljunk. Ez nem jelenti azt, hogy mindent el kell dobnod az életedből, és csak ezt csináljuk, hanem azt jelenti, hogy a szabad idődből áldoznod kell egy olyan tevékenységre, ami a te jövőbeli énedet fogja szolgálni majd. Vágjunk bele egy picit abba, vagy nézzünk bele abba, hogy mi az a mentoring program úgy valójában. Tehát milyen aspektusokat fed le ez a 6 hónapos együttműködés. Az egyik legfontosabb dolog, hogy a fókuszunkat a hétköznapi energiaszintünknek az emelésére fogjuk helyezni, majd az első időszakban. Ez azáltal fog megvalósulni, egy olyan eszköz által fog megvalósulni, ami különböző produktivitási rendszereket fog igényelni, különböző produktivitási rendszerek bevezetését fogja igényelni az életedben. Ehhez mérten készítettem már egy kurzust, egy bejártott kurzust, amin közösen fogunk végigmenni, közösen implementálunk különböző olyan új szokásokat, olyan új rendszereket a hétköznapjaidban, amik azt fogják szolgálni, hogy sokkal effektívebben, sokkal magasabb energiaszinten fogsz tudni dolgozni és teljesíteni a hétköznapok során, ami közvetlen kihatása lesz az edzésbeli teljesítményedre is. Ugyanis, hogyha valaki az önismereti témakörökben nem annyira jártas, nem annyira produktív, nem annyira tudatos a szokásai felett a hétköznapok során, akkor az az ember kiteszi magát ugye a hétköznapi impulzusoknak a befolyása alá. Tehát, hogyha valaki a stresszt, a kihívásokat, a nehézségeket nem tudja megfelelően kezelni, illetve az alvását valaki nem jól menedzseli, illetve az étkezési nem jól vannak menedzselve, akkor annak az embernek az általános energia szintje sokkal alacsonyabb lesz, mint egy olyan embernek, aki tudatosan dolgozik ezekkel az aspektusokkal. Tehát lényegében arról van szó, hogy különböző rendszerek, módszerek segítségével bizonyos szokásokat, tudásrendszereket, illetve olyan berögzült hiedelmeket elkezdünk felülvizsgálni a hétköznapjaid során, amik ugye korlátozhatnak jelenleg most ugye az átlagon felüli teljesítményedben. Ugye ez lesz az első aspektus, amire fókuszálunk a mentoring program keretein belül. Ugye ezen belül, az edzésbeli cél megvalósítás lesz a fókusz alatt, ugye szakmai vezetéssel. Tehát ugye kitűzünk egy általad meghatározott célt, amit ugye közösen majd egy kicsit még jobban specifikálni fogunk, tehát még jobban konkretizálni fogjuk, inkább így mondom, és amit megvan ez a konkretizáció, 6 hónap keretein belül ugye haladunk végig ebbe az irányzatba, hogy ezt megvalósítsuk, mint azonáltal, hogy ugye foglalkozunk a saját hétköznapi teljesítményednek az emelésével is, és utána a harmadik aspektus, amire fókuszál a mentoring program, hogy az edzéstervezési, az étkezési, illetve az anatómiai ismereteidet fejlesszük. Ugyanis, hogyha ezeket egy általános szintre, egy magasabb szintre hozzuk, akkor 6 hónapos tréning után nem lesz szükséged arra, hogy én folyamatosan menedzseljek, vagy segítséget adjak neked, hanem te saját magadtól boldogulni fogsz. Amit itt látnod kell, hogy ez nem egy kötött rendszer lesz, hanem ez úgy fog kinézni, hogy te kapsz egy tréninget, amit 6 hónap után is bármikor fel tudsz dolgozni, bármikor tudsz használni. Tehát valójában arról lesz szó, hogy kapsz egy tréninget, aminek a keretein belül az összes olyan tudásforrást, amit én a 7 éves street workoutos tapasztalataim során használtam, azt te egy az egyben plug and play, tehát bedugod és használod, elv szerint fogod tudni alkalmazni majd. Hogyha nem ismernél, és még ugye elfelejtettem, most nagyon flóba kerültem, elfelejtettem bemutatkozni igazából, Kis Bence vagyok, hogyha nem ismernél, 7 éve foglalkozok street workouttal, ez alatt az időszak alatt háromszoros magyar bajnoki címet értem el, második helyzetet értem el egy nemzetközi versenyen, illetve részt vettem a 2019-es street workout világbajnokságon is. 2019-ben végeztem sportedzőként, és 3 éve fejlesztem most már a mentoring programot így általánosságban.
Ezen kívül, amit érdemes tudni róla, még hogy van egy online marketing ügynökségem, amit operálok, és nekem ez az edzés valójában, meg az edzés projekt, ez a mentoring program projekt, ez egy passion project végül is, tehát hogy nekem nem ez az elsődleges income forrásom, nekem a fő income forrásom a marketing ügynökségemből fakad, tehát igazából nekem itt az a önmegvalósítási háttér az, ami kiemelt szerepet játszik ebben a mentoring programban, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos aspektus, hogy ezt itt külön megjegyezzem. Úgyhogy röviden ennyit érdemes tudnotok rólam, és most jelenleg ugye az elkövetkezendő időszakomat és az éveimet is arra szentelem, hogy ezt az egész rendszert, ezt a programot a lehető legmagasabb színvonalra fejlesszem. És menjünk is tovább, igazából most átbeszéltük azt, hogy milyen aspektusokat fed le a mentoring program. Most itt bemutatok nektek kettő embert, akivel igazából együtt dolgoztunk az elmúlt időszakban. Ők igazából már rég nem működnek velem együtt, csak random szerettem volna pár ember bemutatni. A weboldalon igazából, most ahol nézed ezt a videót, számos kliens visszajelzést megtalálsz, szóval majd őket nézve mindenféleképpen. Az első srác, akit szeretnék itt bemutatni, az Martin. Martin egészen onnan, hogy pár másodperces telpress planchra volt képes, vele jutottunk odáig, hogy 7-8 másodperces stabil full planchra képes, amikor ugye most ezt a videót is csináljuk, vagy ezt csinálom. Itt látod azt, hogy honnan indultunk, ez a kép az, ahonnan elindultunk az együttműködésünk során, ez a kép az, amikor ugye az együttműködésünk abba maradt, ez a 6 hónap után már itt egy 7-8 másodperces stabil full planche rendelkezett Martin, frontlever téren pedig pár másodperces tartásra volt képes, egy ilyen 3-4, de az egy nagyon szép forma volt igazából, jó, volt mit csiszolni rajta, de azért eléggé rendben volt. Ugye innen indultunk Martinnal a frontlever terén, majd utána ez egy touch frontlever nevezetű variáció, ami egy nagyon-nagyon haladó tartásformár, ugye itt egy nagyon-nagyon durván erős és egy nagyon emelkedett állapotú statikus gyakorlatról beszélünk végül is. Ugye ez volt a kiinduló pozíciónál indultunk, és látjátok azt, hogy itt már ténylegesen tartja ezt a touch pozíciót. És a következő ember pedig ugye Juhos Tomi lenne, akit így gyorsan beszerettem volna mutatni, ugyanis Tomi most már másféles együttműködésünk után konkrétan személyedzőként tevékenykedik Németországban, és vele nagyjából egy másfél év alatt, egy év alatt ugye teljes nullára tanulni, hogy nem tudott húzózkodni, tolózkodni, tehát az alapgyakorlatokkal is problémák voltak. Eljutottunk odáig, hogy olyan gyakorlatokat tart, mint a backlever, frontlever, terpesz támasz, mérleg, mindezt úgy, hogy 30 éves kor felett van valójában, és úgy kezdett el belevágni ebbe a sportába, ami szerintem egy hatalmas eredmény, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy ő egy ilyen személyedzői pályára tért, és igazából Németországban kisgyerekek számára terjeszti ezt a sportágat, tehát én kiemelten büszke vagyok így Tomira, és szeretem volna őt nektek megmutatni, itt láthatjátok őt a képeken igazából, és nagyjából egy ilyen 10 kilót adott le, tehát azért eléggé nagy transformációról van szó. Az ő videóját is megtaláljátok igazából visszajelzésként itt a tréning oldal alatt igazából majd. Menjünk is tovább, mert nem szeretnék ezeknél a részeknél leragadni. A következő rész az, amiről beszélni szeretnék egy picit, hogy hogyan épül fel ugye a mentoring program. Ugye már említettem, hogy három fontos aspektus az, amit így végigveszünk a mentoring program keretén belül, ugye lesz az önfejlesztés része, lesz az edzésbeli ugye célok megvalósítása, a harmadik pedig ugye az edzéssel kapcsolatos tudásbázisnak a felépítés és tananyagoknak az átadás. Ez a három nagyon fontos aspektus van. Ugye az első három hónapban nagyjából az önfejlesztési anyagoknak a feldolgozása az, ami fő fókuszban lesz az edzések mellett. Utána a 3-5 hónap között pedig elkezdünk foglalkozni az edzésbeli tudásbázisnak a megszerzésével. Itt látjátok nagyjából azt, hogy milyen aspektusokra le vannak lebontva ezek a dolgok, csak röviden végigmegyek ezeken. Az első rész, ugye az önfejlesztési tananyagokon belül, ugye az önmegvalósítási protokoll, ez nagyjából arról szól, hogy kivé szeretnél válni, milyen szerepet ad az életedben ugye az edzés, bemutatom azt, hogy nekem milyen tanulságokat biztosított számomra az edzés, és hogy mai napig miért használom az életem az edzés, mint szokás, tehát miért van jelen az életemben, mit ad hozzá a saját személyiségemhez, és hogy mire tudjuk ezt potenciálisan használni, milyen nagyobb, magasabb rendű dolgoknak az eléréséhez tudjuk használni például az edzést. Utána átnézzük azt, hogy ugye milyen szokásrendszereid vannak, ezeken belül mit tudunk jobbá tenni, mit tudunk optimalizálni, sokkal jobban time efficientebb legyen, tehát hogy időhatékonyabb legyél a hétköznapok során. Ezeket át fogjuk nézni, különböző új szokásokat fogunk beintegrálni, amiket a lehető legjobban, kényelmesebben tudsz elkezdeni kialakítani majd, tehát ne legyen nagyon sok szenvedés. Ezek után
A harmadik aspektus, ugye ez egyéni hiedelemrendszernek a felülvizsgálásáról szól. Ezekbe bele fog tartozni az, hogy egy picit a stresszkezelést pszichológiailag ki fogjuk elemezni, és teljesen új megvilágítást fogunk nyerni ezekben a témakörökben, ugye különböző rutinoknak az elsajátításával. Ezeknek a segítségével egyébként sokkal jobban fogod tudni a kezedbe venni az életedben az irányt, sokkal jobban fogod tudni kontrollálni a dolgokat, azokat, hogy mondjuk mi történik a hétköznapokban körülötted. Azáltal, hogy nagyobb a kontroll körülötted a hétköznapok során, sokkal, de sokkal magasabb energiaszinten fogsz tudni működni, és ehhez szimplán néhány alapvető szokás kialakítása lesz szükség, ami nyilván egy bizonyos időt fog igénybe venni, hogy ugye ebben fejlődjél és haladjál, de egy idő után rengeteg hasznot fog tudni neked hajtani fejlődésed során. Az utolsó aspektusban pedig megnézzünk különböző olyan szokásokat és rutinokat, amik ugye egyből be fogják tudni folyásolni az energiaszintet a pozitív irányba. Gondolok itt arra, hogy ugye különböző alvásjavító mechanizmusokat fogunk megnézni, megnézzük az étkezésbeli dolgokat is nyilván majd, és ezek olyan kis aspektusok lesznek, amik egyből segítenek a teljesítményednek a növelésében. A 3-5 hónapos ugye edzésbeli tudásbázis felépítése során pedig nézzük a street workoknak a fejlődési fázisait, célokra lebontva, tehát hogy milyen nagy képet a street workout keretein belül, milyen irányzatokba lehet elmenni, ezeket az irányzatokat hogyan kell megközelíteni, és ezeket, hogyha valaki átlátja, sokkal, de sokkal transzparensebben tudja a saját célére is tekinteni majd. Ezen kívül egy edzésbeli protokollt fogok veletek ismertetni, ami az összes street workout beli célra lebontva, kifejtve be lesz mutatva step by step, és ez egy nagyon-nagyon fontos rész lesz. Ezen kívül különböző specifikus edzésmódszereket, edzés elveket fogok veletek megismertetni, azoknak az alkalmazási lehetőségét fogom bemutatni, ugye célokra lebontva majd, nyilván néhány alapvető étkezési alapelvet is meg fogunk nézni, és egy anatómiai alapismereteket is el fogtok tudni sajátítani ez alatt a tréning alatt. 6. hónap után pedig, hogyha szeretnétek egy vizsgát tenni, mindezekből az anyagokból lehetőségetek lesz egy kisebb vizsgát tenni. Igazából ez nem kötelező, nincsen semmilyen hozadéka, szépen saját magatok részéről egy tök jó visszacsatolás tud lenni azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit igazából a 6 hónap alatt meg tudtatok valósítani. Nos, és akkor gyorsan nézzük meg, hogy mik a kezdeti lépések a mentoring programon belül, tehát hogyan néz ki az együttműködési fázis, amiben mondjuk elkezdünk egymással együtt dolgozni. Az első lépés lesz ugye a stratégiai hívásnak a megejtése. Ez teljes mértékben ingyenes, teljes mértékben kötelezettségmentes. Tehát az arról szól, hogy most itt a videó alatt be tudsz foglalni egy teljesen számodra megfelelő időpontot, aminek a keretein belül egy órát én rátszánok, te pedig rám szánsz, hogy meghallgatjuk egymást. Ez alatt az idő alatt megnézzük azt, hogy ugye milyen céljaid vannak most, milyen elakadásai voltak a múltban, vagy miért szeretnéd ezt az adott célt megvalósítani, és ezáltal ugye megnézzük azt, hogy ugye kettőnk között mi az együttműködési potenciál egyáltalán, tehát hogy egyáltalán megérnél nekünk együttműködni. Hogyha nem, ezen kívül is rendkívül sok információt fogok számodra biztosítani azzal kapcsolatosan, hogy ha mondjuk nem működünk együtt ugyan, akkor is tudjál ebből a közös ingyenes meetingből valamit elvinni, valamilyen érdemleges információt, ami személyre szabottan neked tud segíteni, vagy edzéstervezésbeli dologban, vagy pedig olyan aspektus, ami mondjuk jelenlegi elakadásodra fog valamit majd appellálni. Hogyha ez az első stratégiai hívás megtörtént, a következő az lesz, hogy ugye eldöntöd azt, hogy szeretnél csatlakozni, vagy nem. Hogyha igen, akkor az első héten ugye megejtjük a szintfelmérést, megnézzük azt, hogy hol tartasz most, milyen esetleges hibapontjaid vannak, milyen esetleges lemaradásaid vannak, és ezek alapján fogom én ugye az első edzésprogramodat összerakni, ami egy 4 hetes edzésprogram lesz, és ugye majd ezek alapján fogunk tovább haladni a nagyobb, magasabb rendű célod irányába. A második héten ugye fogod megkapni konkrét az edzésprogramot, átadom neked az étkezési szokásokkal kapcsolatos tréninget, és ezt elkezdjük közösen feldolgozni majd, illetve az önfejlesztési tréninget is be fogom neked mutatni. Ezek után pedig annyi következik a mentoring programon belül, hogy elkezdjük a folyamatokat optimalizálni, elkezdjük az egész fejlődési morált skálázni, és heti egy közös meeting lesz ugye a csapattal, a többiekkel is, illetve igény szerint one-on-one meetinget is vállalok heti egyszer, hogyha van egy nagyobb volumenű kérdésköröd, amit ugye megválaszolatlanul hagytam mondjuk a edzésprogram megtervezése után. Ezek után fontos megnézzünk azt, hogy hogyan néz ki a szakmai menedzsment, tehát mit kaptok a tananyagokon kívül, hogyan valósul meg a kitűzött cél, illetve hogy hogyan működik ez az egész mentoring program. Pár nagyon fontos aspektus. Első nagyon fontos dolog, hogy ugye Telegramon fogunk kommunikálni egymással. Ez azt jelenti, hogy Telegramon tudunk mi egymással beszélni, kommunikálni, és ezáltal
24/7 supportot fog neked biztosítani. Tehát, hogy bármiféle problémát, kérdésed, elakadásod van, fel tudsz hívni, hangüzenetet tudsz küldeni, írni tudsz, tehát folyamatosan tudunk egymással kommunikálni. 3-4 hetente frissülő edzésprogramot kapsz, és ugye a 3-4 hetes edzésprogramnak a kiküldése után, ugye mi folyamat kontaktban vagyunk. Tehát ugye neked különböző házi feladataid lesznek. Ez úgy fog kinézni, hogy bizonyos gyakorlatokat fel kell neked venned videóra majd, és el kell neked nekem küldened Telegramon. Ennek azért van jelentősége, mert én látom azt, hogy mondjuk milyen kivitelezésbeli hibák vannak a gyakorlatok során. Hogyha látok nagyobb hibákat, vagy látok valamit, amit javítanunk kell, akkor én arra videósan felveszek egy hibajavítást, azt átküldöm neked, vagy hangüzenetben korrigállak, és így foglak guide-olni téged hétről hétre, napról napra az edzéseidnek az alakításában. Ezen kívül ugye kialakítunk egy alapvető étkezési struktúrát a hétköznapjai során, amik ugye támogatni fogják a megfelelő energiaszintedet. Ugye azt már említettem, hogy a gyakorlatoknak a videós elemzése is tartalmazza azt, hogy ugye a te saját edzésidet kommunikálod felém, tehát ugye azáltal, hogy te kommunikálod felém az edzésidet, én elemzem folyamatosan a gyakorlatokat videósan, és ezáltal videós oktató anyagokat fogok biztosítani neked a gyakorlatokhoz, hogyha valamilyen nagyobb javításra van szükség. Ugye ezt már említettem, hogy igény szerint heti egy one-on-one meetinget is vállalok, ugye a tananyagokkal és az edzéssel kapcsolatos kérdéseknek a lefedése végett. Ezen túl hozzáférés biztosítok a Street Workout Akadémia összes tananyagához. Ez egy olyan kurzus tréning, ami még el sem indult, viszont nagyjából egy 72.000 forintos tréningről beszélgetünk. Ehhez te korlátlan hozzáférés fogsz kapni, és ez egy lifetime access, tehát ugye életed végig megkapod ezt, nincsen korlát. Nos, és akkor az utolsó előtti aspektusok, ugye a kliensnek a tennivalója az együttműködésünk során. Ugye minimum heti egyszer elvárom azt, hogy helyzetjelentést küldjél nekem, hogy ugye hogy érzed magad az edzések során, ez az egyik aspektus. A másik pedig ugye nagyon fontos, hogy ugye amiket kijelölünk gyakorlatok az edzésprogram keretein belül, azokat nekem folyamatosan átküld, és ezáltal biztosít számomra azokat az anyagokat, amik által én tudom monitorozni a te fejlődésedet. Tehát ugye ez egy rendkívül fontos aspektus lesz. Tehát még egyszer, kettő dologra van szükség, heti egyszeri vagy szóbeli írásjelentés, vagy hangüzenetben, vagy írásban, vagy a meeting során egy helyzetjelentés, hogy hol tartasz, mi újság veled. A másik pedig az, hogy a kijelölt gyakorlatoknak ugye a videózása és átküldése nekem Telegramon, hogy tudjam monitorozni a fejlődésedet. Mielőtt áttérnék az utolsó diára, hogyha eddig felkeltetted az érdeklődésedet a program, és szeretnél egy kicsit még több részletet megtudni ezzel kapcsolatban, akkor kérlek, a videó alatti linkre kattints, és foglalj be egy számodra megfelelő időpontot, beszéljünk egy 20-25 percet, akár egy órát, és nézzük meg azt, hogy hogyan tudok neked segíteni bármilyen jelenlegi célodnak a megvalósításával kapcsolatosan. Oké, nézzük meg azt, hogy általánosabban miért csinálom ezt a mentoring programot. Egy kicsit már beszéltem erről, de szeretném azért összefoglalni ugye általánosságban. És az általános célom az ugye, hogy az emberek alaptudatossági szintjét, munkamoráját, illetve energiaszintjét egy sokkal magasabb szinten emeljem azáltal, hogy megmutatom nekik, mikre képesek valójában. Tehát ugye a komfortzónát sokkal, de sokkal magasabb szintekre ki tudjuk tolni azáltal, hogy például egy 6 hónapos fókuszált együttműködés során miket valósítunk meg. Nyilván az edzés alapvetően egy olyan tevékenységi kör, ami ugye egy fizikai tevékenység. Tehát nem feltétlenül egy magasabb szellemiségű dolog, viszont rengeteg olyan aspektust és tanulságot tudunk ebből a tevékenységi körből elvinni, ami a szellemiségi szintünknek a fejlődését tudja majd eredményezni hosszú távon. És szeretném azt elérni, hogy az embereknek ez a tevékenység, ez a mozgásforma, ez úgy maradjon meg, mint egy tanító, egy olyan tanító, ami ugye a magasabb szellemi fejlődésben elősegíti az embereket. És itt az a 6 hónapos mentoring program keretein belül ezt bizonyítottan el fogjuk érni. Igazából, hogyha megnézitek a oldalon lévő visszajelzéseket, akkor ezt látni fogjátok, hogy rengeteg ilyen fejlődés az, amit ugye biztosítunk a mentoring programmal. A másik aspektus pedig az, hogy tudom, hogy rengeteg ember szeretné a lehető legjobb fizikumot, külsőt, erőszintet megvalósítani, mégis sokan vagy csak kísérleteznek, vagy személyedzőnél eltöltenek pár hónapot, és igazából hosszú évekbe telik nekik azt kitapasztalni, hogy mi számukra a lehető legjobb fejlődési morál, vagy edzéstervezésbeli struktúra, és szeretném azt megvalósítani ezzel a 6 hónapos mentoring programmal, hogy mindazt a 7 éves tudást, amit én megtapasztaltam, megtanultam, elsajátítottam, azt a lehető legrövidebb idő alatt átadjam nektek, mindezt úgy, hogy egy jelentős exponenciális fejlődést is elérünk a saját egyéni célotokon
feladatoknak a megvalósítása keretein belül. Én magam is részt vettem rengeteg mentoring programon, hiszen vállalkozó vagyok, ezért rengetegszer feljött az életemben az, hogy ugye új tudásokat, új készségeket kell megvalósítanom, meg elsajátítanom. Ebből kifolyólag ugye az egyik legjobb eszköz arra, hogy ugye új tudást, készséget valósítsunk meg, hogy valamilyen olyan ember vagy valaki, olyan ember keresünk, akik már ezekkel a készségekkel magas szinten rendelkeznek. Ebből kifolyólag én is rengeteg mentoring programon vettem részt a vállalkozásaim miatt ugye nekem felelősséget kell vállalnom bizonyos készségeknek az elsajátítása érdekében, ezért nagyon sok mindent tanultam meg a szakmaiságon túl. Tehát egy ilyen mentoring program általánosságban éveket, illetve rengeteg pénzt spórol az ember számára hosszú távon, tehát ezért döntöttem úgy én is, hogy szeretnék az életemből egy bizonyos részt arra áldozni, hogy én is létrehozok egy mentoring programot, és egy adott szegmensnek, egy adott embertípusnak, egy embercsoportnak segítek ugye megvalósítani bizonyos cél irányzatokat. És szeretném azt, hogy az elkövetkezendő 6 hónapban 5 emberrel úgy dolgozok együtt újra, akik ugye ténylegesen szeretnének fókuszáltan előre haladni bizonyos cél irányzatokban. Ha bármilyen szempontból is felkeltettem az érdeklődésedet ezzel a programmal, ezzel a videóval, akkor a videó alatti gombra kattints és foglalj számodra megfelelő időpontot, találkozzunk egy 20-25 perces meeting keretén belül, és nézzük meg azt, hogy miben tudok számodra segíteni.